Magyarország rendőrei mérték össze erejüket Hajdúszoboszlón. A 6. alkalommal megrendezett versenyen az ország legerősebb rendőre címet ezúttal egy edelényi járőr, Majoros Árpád érdemelte ki. A bajnokságot idén is a hajdúszoboszlói rendőrkapitányság törzászlósa, a négyszeres győztes Lukács Krisztián szervezte. Tízszer nyomta ki a 120 kg-os rönköt Lukács Krisztián. Ez volt az egyik versenyszám a hajdúszoboszlói repülőtéren megrendezett országos erős rendőrbajnokságon. Ahhoz, hogy valaki ekkora súlyt a magasba tudjon emelni, átlagember feletti erővel kell rendelkeznie. A minimum 100 kiló fölött legyen, és nagyon erősnek kell lenni. A rendőrök versenyét ezúttal is a négyszeres bajnok Lukács Krisztián szervezte. A hajdúszoboszlói rendőrkapitányság baleseti helyszínelője nem csak városunkat, de egész Hajdú-Bihar megyét egyedül képviselte az idei bajnokságon. A többi résztvevő az ország különböző pontjáról érkezett. Az erős embereknek több versenyszámban kellett jeleskedniük. 45 fokos padon röngnyomás, ez 100 és 120 kilóval lehet választani a versenyzőnek az erejétől függően. Utána lesz egy Circus Dumbbell nevű egykezes súlyzónyomás, 50 kilóról indulunk, és maximum súlyra lesz kinyomva. A Biás Tibitől katona, csak a verseny külön álló részébe fog versenyezni. Őtől egy 90 kilót várok, én jó magam egy ilyen 70-75 kilót. Utána lesz harmadik számként egy Apollo rúd felhúzás, egy erős ember felhúzás. Ennek 5 cm átmérőjű a rúdnak az átmérője, és ezt kell felhúzni 205, 235 és 255 kilóval. A legvégén pedig, milyen legyen egy rendőri jellege, a rendőrségi pajzsoknak az oldaltartása lesz. Ahhoz, hogy valaki ezeket a súlyokat fel tudja emelni és a magasba tudja lendíteni, rendszeresen kell edzeni. Így teszi ezt a Dabasi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője Tolnai Lajos is. Nekem pont egy évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy én ezt elkezdem, és akkor fogtam neki, és akkor onnantól kezdve nekem úgy álltak a napjaim, hogy minden nap egy órát edzettem. És akkor ez úgy, hogy ez szombat, vasárnap, mindegy, hogy milyen nap volt, ünnepnap, karácsony, minden nap egy órát edzettem végül is, ennyi volt csak. És akkor úgy állítottam össze, hogy 4-5 napot edzettem súlyzós edzéseket, és akkor utána a 6.-7. edzésem az pedig kimondottan csak ilyen eszközös edzés, ott súlyzót nem fogtam, csak ezeket az eszközöket, hogy szokjam ezeknek a fogását, hogy tudjak vele dolgozni könnyen. A zászlós erőssége az egykezes súlyzónyomás. A közel 130 kg-os erős ember ennél a versenyszámnál a nézőktől is megkapta a megfelelő biztatást. A hangos szurkolásnak meglett az eredménye. Tolnai Lajosnak sikerült kinyomnia a 90 kg-os súlyzót. A legtöbb versenyző nem először vett részt a bajnokságon. Majoros Árpád az erős emberkedést 2009 óta űzi. Az edelényi járőr volt már negyedik, harmadik és második helyezett. A verseny legalacsonyabb résztvevője pedig ezúttal elnyerte a legerősebb rendőri címet. Titokban számítottam rá, hogy esetleg nyerni fogok. Hát a számok azok olyanok voltak, hogy az én testalkatomnak kedveztek ezek a nyomószámok, meg ezek a húzószámok, mert ezek a statikus dolgok nekem jobban fekszenek. Hát a legkönnyebb az talán a rögnyomás volt, a legnehezebb az egykezes nyomás volt az eszköz miatt, meg a felhúzás, az is az eszköz miatt, mert ez a rúd, ez 50-es átmérő, hát az én kezeim nem igazán érték át, azzal szenvedtem egy kicsit. De hát úgy gondolom, úgy számítottam rá, hogy ha az elsőt meg tudom nyerni, utána jobban tudok taktikázni, mennyit kell beladnom, és hát ez belát. Második helyezett Lukács Krisztián lett, míg harmadik helyen Tolnai Lajos végzett. A verseny végeztével pedig az éhes erős emberek a birka és lambuc főző örömnapon kedvükre választhattak a különféle hajdúsági ízekből. Ja.